körképeli téged, míg nem látod. Herczig Gábor, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium egyik végzős társaságának osztályfőnöke úgy véli, az idei évük nagyrészt már a búcsúzás hangulatában telt. Félszemmel már az érettségre tekintettek a ballagás napján is. Főleg a szallagtűző volt a mi program. Ők közösen tanultak egy táncot, és a szallagtűző bál volt még az idei évben, ami meghatározó volt az életükben, most meg majd jön az érettségi. Illetve hát tegnap volt a bolond ballagás, ami a zöld napot beöltöztek mindenféle jelmezekbe, végigjárták az iskolát, elbúcsúztak az osztályoktól, a többi, az alsóbb évesektől, a többi kollégáktól elbúcsúztak bolondossal, ma meg elbúcsúznak a ballagással. Mi nekünk 6 évet bejárt útunk van, tehát mi a 6-osztályos gimnáziumba jöttek a gyerekek. Ez egy rendhagyó év volt, mert a gimnázium életében még nem volt ilyen, hogy egyszerre 2 osztály indul a 6-osztályos gimnáziumba, és azóta sincs ilyen. Úgyhogy 3 osztály ballag az idén, 2 a 6-osztályosba végzett, 1 pedig 4 osztályos képzést kapott. Illetve az is egy rendhagyó gimnázium életében, hogy 3 osztályfőnök is férfi tanár, és ilyen se volt még szerintem a gimnázium életében. Ez egy elég hosszú időszak volt, ez a Covid időszak, ez azért a közösségi életet, a közösségi programokat, ez teljesen tönkretette, és még a Covid után, mikor visszajöttünk, az a fél év, az sem ment egyszerűen, látszott azért a gyerekeken ez a kihagyás, úgyhogy ez az a generáció, ezt megszenvedte, azt elmondhatjuk sajnos. Kicsit átalakul az érettségi, vannak olyan tantárgyak, amik új követelmények vannak, ez még nekünk tanároknak is kicsit új és furcsa lesz. A többség az tovább tanul, a felsőoktatásba, egyetemre szeretne menni, persze ez függ majd az érettségi eredménytől is. Egy páran akarnak a szakképzésbe menni, de a nagy többség az egyetemet képzelte el magának a jövőben. Burik Kata, a végzős diák, vidáman érkezett erre az ünnepi napra, bár fejben egy kicsit már az érettségire készül. Fontos volt, hogy a tanároknak ajándékot válasszunk ki, akik felkészítettek minket, hogy megköszönjük a sok év munkáját, és még hát ki kellett választani a megfelelő ruhát, meg tegnap sokat próbáltunk, gyakoroltunk, hogy fogunk kimenni, igazából ilyesmi. Töri tanárnak, aki felkészített fagyból egy bögrét, egy nagyon jó felirattal, és a többi tanárnőnek pedig csokival. Szerintem mindenki izgul egy kicsit, meg nem biztos, hogy mindenki fejben itt van 100%-ig, mert már a hétfőn gondolkodunk, hogy milyen lesz a matek, de hát próbáljuk kielvezni, és elengedni a lufikat. A matek is nehéz lesz szerintem, mert ugye abban is újdonságok vannak, meg a magyarban is olyan dolgok vannak, amiket eddig nem kérdeztek, szóval hát ez a 2 igazából, amitől a legjobban tartok. Az eddigi szövegalkotás helyett egy 20 pontos műveltségi feladatsort fogunk kapni, ami hát nagyon rámegy arra, hogy nem tudom, ilyen pontosan fogalmakat tudjunk, korszakokat, költőket, életrajzokat, és ugye eddig ilyen nem volt. Matekban pedig pár új témakör bejött, ami eddig nem volt az előző érettségikben. Antal Katalin meleg szívvel tekint vissza az előző évekre, hiszen élményekkel és nagy tudásanyaggal gazdagodott. Felöltöztünk barátnőmmel, együtt készülődtünk, családdal is megbeszéltük, ugye megünnepeljük, megebédelünk, mert hát azért mégis nagy dolog ez, hogy elballag az ember. Én úgy gondolom, hogy az évek folyamán a tanáraink nagyon jól felkészítettek minket. Nyilván most nagy a stressz mindenkiben szerintem, de hát igazából megpróbáljuk a maximumot kihozni belőle. Én úgy gondolom, hogy jól felkészítettek minket. Mindenképpen egyetemre megyek. Igazából mindenki más is szinte egyetemre megy. Szerintem nagyon jó volt, mert mindent megkaptunk, amire szükségünk volt. Felkészítettek minket, sok tanárunk igazából plusz munkát is belefetszölt ebbe, külön, akár Zoomon külön órát tartottak, hogyha szükséges volt. Tehát tényleg nagyon sokat dolgoztak velünk, és ezért igazából én nagyon hálás vagyok az összes tanáromnak, mert szerintem ők is nagyon kitettek magukért. Pálinkás Gábor intézményvezető felemelő beszédével adott útravalót a gyerekeknek. Végzősként ti is egy meghatározott pályaívét követve haladtuk előre, és most itt állva biztosan érzitek a száguldás érzését. Mára a 64. kör végén jártok. Telik az idő, közeledik az erőfeszítések vége,
de addig mindent bele kell adni.